Négy hetes felkészülés után utazott el az A-csoportos úszas Európa-bajnokságról női válogatott, amelynek tagja volt a nyíregyházi kosársuli játékosa Papp Klaudia is. A cél a bennmaradás kiharcolása volt, amelyre az utolsó meccs utolsó dobásáig megvolt az esélye a magyar csapatnak. A korábbi nyíregyházi játékos Kirvacevics Dragoljub által irányított nemzeti együttes 3 győzelemmel és 6 vereséggel a 14. helyen végzett, így elbúcsúzott az A-csoporttól. A nyíregyházi irányító mind a 9 meccsen pályára lépett, és átlagban 25 perc játék lehetőséget kapott a szövetségi edzőtől. Nagyon örülök, hogy 25 percet játszottam, ugye tavaly kevesebbet játszottam, most sokkal többet ennek. Ez nagyon pozitív számomra. A támadó játékom sajnos nem úgy alakult, ahogy kellett volna, nem dobtam olyan sok pontot, illetve nem voltam elég agresszív, úgymond nem voltam magabiztos, viszont a védekezésbe 200%-et adtam vele, arra nagyon büszke vagyok. Papp Klaudia több élvonalbeli csapattól is kapott ajánlatot, azonban még egy évig Nyíregyházán szeretne játszani, így egy rövid pihenőt követően Farkasinszky Gyuláné irányításával kezdi el a felkészülést a fiatal irányító.